a pártok nem fognak megegyezni, akkor nem tudom, hogy mi lesz ebben az országban, de ez nem lesz olyan. Hát én egyedül is eldönthetem, de egy jelköcsi hullaként kerülnék ki ebből a dologból. Ezt azért garantálom, hogy nem így lenne. És nem, arról nem, azt mindenki megmutatnék, hogy olyan veszély sem felérheti az országot, hogy vonakában legyen a miniszter. Mert egyszerűen most ő ugyan eldöntheti, és ezt szoktam mondani, ezt mondtam tegnap csak azért, hogy némi nyomást közé tettem még vonakában egyszer a tegnapi nyilatkozattal, hogy ő eldöntheti, hogy ő lesz a legnagyobb ellenzéki pártnak a vezetője, vagy ő lesz a legnagyobb kormánypártnak a vezetője. Ez nem azt jelenti, hogy ő lesz a miniszterelnök. Ez csak azt jelenti, hogy ha ő nem fog össze, akkor ő lesz a legnagyobb ellenzéki párt vezetője. Ha ő összefog, és hajlandó visszalépni Szegeden, és cserébe az MSZP hajlandó visszalépni Makóvásárhelyen, akkor valamából lehet a legnagyobb, Karácsony Gergely a második legnagyobb, és Szélben rendleg a harmadik legnagyobb kormánypárt vezetője. De ez csak ezen múlik. Ha nem, akkor tudjuk, hogy hívják.